Na, drágám, ébresztő, jó reggelt, ma iskola van. Anya, de ma még csak vasárnap van. Nem, nem, ma iskola nap van, úgyhogy gyerünk felkelni. Nem értem, miért próbálkoznak be a gyerekek mindig, hisz majdnem minden nap suli van. Na jó, megyek, öltözöm. Kell egy másik polomára. Mm, mi ez a pólómon Ez már volt rajtam? azt hittem, ez ki volt mosva, hiszen a szekrényben volt. Anya, 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 van másik poló még? Ez koszos. Nem, Hanna, még nem mostam ki a ruhákat. Nem már, akkor nem mehetek suliba, ez koszos, nézd, valamit fel kell vegyek. Ah, Hanna, ma muszáj lesz menned, Vár le úgyis sikerülni fog. Nem már, ez a nap szörnyen indul, így nem mehetek suliba. Hanna, ha akarod valamelyik pólomat, hát kölcsönadom neked, nem tudom, jól lesz-e de megnézhetjük. Ó, köszi Emma, de nem hiszem, hogy a te kisbabás ruháid jók lennének rám. Hm? Oké, okay, csak segíteni akartam. Mi van? Ma balába kell, térj fel! Hanna, ne felejtsd rá a tíz óraidat! Nem kell, hagyjatok békén! Sziasztok! Ajaj, Hanna, most pubertál! Mi? Már nem hittem volna, hogy ismert már ezt a szót, ha bár nem hinném, hogy a pubertásnak ehhez közel lenne, de tény, hogy rosszul esik neki. Nézd, ott jön Hanna. De hogy van felöltözve? Hm? Jó reggelt, skacok. Na mi újság, valami hír? À, hát azt nem tudom, Hanna, de mi lett a póloddal? Hm? Koszos? Jaj, piha, hagyjál már, láttam, nem vagyok vak. Nincs semmi különös, na. Jó van már, bocsi, nem nagy probléma. Hát persze, hogy ez a problémám. Ugyan, Hanna, ne akadj ki, én polomon is mindig van valami fogkrém de szóval nem olyan nagy tragédia ez. Hello, Hanna, uh, már itt is vagy? Jó reggelt. Jaj, filipos, most ne, nem vagyok ilyen hangulatban. Oké, okay, valamit rosszul csináltam? Ma inkább később beszélünk, oké. Okay. Ha ezt nem teheted az emberekkel, Filip, ez biztos rosszul esett most. Igen, piának igazad adok, bocsánatot kellene kérned. Nehogy már, na ne, Nehogy már megmondjátok nekem, hogy mit csináljak, majd az órán találkozunk. Én nem tudom, miért ilyen túreagálós ma. Ez nem normális. Kis unogatások kell, mi újság? Kiavatanak, látszol? Ha? Ugyan nincs semmi, csak be indult a reggelem. Azt látom, az öltözése is bajban volt. Mi ez? Rágó, gumi? Ha? Nem. Vagyunk olyan gazdagok, mint te, hogy teli van a szekényünk márkás ruhákkal. Igen, van rajta egy kis fordna, és... Na, mi folyik ott, édeseim? Sziasztok! Csak nevetni, mindig csak nevetni. Hm? Ma nem, Pauli, nagyon kedves hogy de inkább nem ma, bocsi. Ó, oh, hát ez nem hangzik valami jól, akkor inkább én sem nevetek ma. Ó, hm. oh, és megékezett az utolsó kis diákunk is. Elnézés, Blumen tanárnő, ne mondjak, hogy késztem, hiszen be sem csöngettek még. Oh, valamit úgy érzem, hogy rosszat szóltam hozzá, de vajon mit? Szóval, gyerekek, mind itt vagytok, kezdhetjük az órát. Good morning! Good morning, Blumen tanárnő! Sajnos a mai napra nem készültem semmivel, ezért ma kötetlen beszélgetésünk lesz. Tanárnő, feldobhat még egy témát? Hát persze, teszem, de légy szíves, ezúttal most angolul. Alright, today's topic is clothes. Hannah's clothes are dirty. Te, te muszáj ezt, most miért? Fog vissza magad, kérlek. nagyon kedves Filip, de ő az unokatestvérem, tudod, de most nincs idegrendszerem hozzá, csak ignoráld, légy szíves. Ja, persze, hogy szeretnéd, csak mint barátod meg akartalak védeni, de nem szólok semmit. Hé, hey, Beki, van egy ötletem, mi lenne, ha órák után bemennénk a városba Hannával, és néznénk neki egy új pólót? Hm? Mit gondolsz? Tök jó ötlet, rendben, megbeszéljük, biztos örülni fog neki. Erre a pólójára már úgyse tud ránézni többet. Oké, és megnézem a neten, hogy melyik boltokba lehet klassz pólókat kapni. Persze, rendben, Hanna, nyugodtan menjetek csak vásárolni. De légy szíves, ne csak egy pólót vegyél, hanem inkább többet is. Talán vehetné egy rózsaszínűsít, itt van 200 euró. Persze, köszönöm, anya, nagyon kedves tőled. úgy lesz. Ügyes vagy, drágám, nagy lány vagy már, nem kell mindig ott anya, hogy ott lék, mikor vásárolsz. A visszajárod majd kéne vissza. Oké, okay, és anya. Biztosak vagytok benne, hogy pont ebbe a boltba kell vásárolnunk? Ez nem éppen a mi pénztárcákhoz való. Nálam csak 10 euró van. Hát én sem vagyok ebben biztos, nálam sincs sok pénz, de attól még lehet nézelődni, nem? Na igen, csak nézzünk körbe, aztán bemegyünk majd a másik boltba is. Jó napot, üdvözlöm Önöket az elegáns divat butikban! Még nem voltak nálunk, ugye? Nem, nem, csak gondoltunk, benézzünk ide. Nagyon szép bolt van. Ó, igen, köszönöm szépen, nagyon kedves magától. Ezt nézzétek, ez egy igazi korona szintiszta aranyból. Ez királynőnek készült. Kérlek benneteket, ne fogdosátok a koronát, most políroztam, és igen, aranyból van. Oké, okay, oké, okay, micsoda egy bolt, nem lehet megfogni a termékeket. Hé, hey, Csajszik, láttátok ezt a ruhát? Nagyon menő, ugye? Igen, valóban szuperül néz ki, de nem iskolába való, inkább egy bába, végzős bába. E, kedves, nem hiszem, hogy ez a ruha neked való lenne. E, miért? Mennyibe kerül? Az egyszerű darabok 200 euróba kerülnek, a többi pedig 500 eurótól indul. Hogy mi? Ennyi pénzért rengeteg mindent lehet kapni máshol, itt pedig csak egy ruhát. Nézze, nekem nagyon tetszik ez a ruha, és van 200 euróm. Hanna, mit csinálsz te itt? Ugyanazt teszem, mint te? A barátnőimmel vásárolgatunk? Oh, ne nevettes már ebben a boltban. Nem hiszem el, hogy ennyit akarsz elkölteni. <laughs> Ugye vicc ez? Tudja, mint megveszem ezt a ruhát. Itt a 200 euróm, nincs több nálam. Ó, oh, rendben, nagyon jó választás. Szuper anyaga van, és ne aggódj, átszabjuk, ha kell. Most ezt miért csinálja Anna? Ezt a ruhát megvenni. Tud, itt mi miatt csinálja csak. Ö, Hanna, ide jönél egy kicsit, beszélni szeretnék veled. Mi a baj, Pia? Most akarom megvenni ezt a ruhát. De nem kell megvenned, nincs rá szükséged, ne legyél olyan, mint Tessa. Ó, csajok, lehet egyszer az életben nekem is egy szép ruhám. Ugyan, Hanna, úgy sem leszel olyan jó, mint én. Nem a ruha teszi az ember, hanem az, aki viseli. Érted, mire gondolok? Ö, ó, Tessa, fejezd már be! Hanna, nem egy olyan, mint ő. Nincs rá -e szükséged, csak tok sokkal különb vagy. hát Tudjátok mit, lányom? Igazadatok van. Tessa a lábam nyomába se lépett. Nem kell a ruha. Jól döntöttél. Menjünk másik boltba. Viszlát. Ó, nagyon sajnálom, hogy így döntöttél, de talán valami rosszat mondtam. Nem tudom.